A Balatonfüredi Rekreációs Központ és Üdülőben látta vendégül a Paksi Atomerőmű, a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulást. A találkozó alkalmával Pekári Géza, az MBM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója foglalta össze az atomerőmű elmúlt évének eredményeit, mutatóit. A megjelent polgármesterek számára kiemelte, hogy az áramfogyasztás folyamatos emelkedést mutat, és ez a tendencia várható a jövőt illetően is. Emiatt növekszik az importáram használata, és emelkedik az ország energiafüggősége. A vezérigazgató tervei a jövőben is a biztonságos áramtermelés minél hatékonyabb módon. Kovács Antal kommunikációs igazgató elmondta, küzdelmes mögöttük, de a kollektíva minden helyzetben megállt a helyét. A Paksi Atomerőmű számára fontos a térség településeinek összetartása, ezért is támogatják a régiót és tartják fontosnak az összefogást. Ami meg a tejtet illeti, Látszik, hogy jól alakulnak a kapcsolatok, több olyan programot tudtunk közösen megcsinálni, ami a társadalom, a környező társadalom és a atomerő egymás a találását, találását segítette, hogy gondolom, hogy ezen kell tovább lépni. Bálint József a elnöke elmondta. Vállalt feladataikat az elmúlt évben is ellátták, továbbá a lakosságot folyamatosan tájékoztatták a tejt újságon, weblapjukon, fórumokon és a Kalocsai Tájékoztató Központon keresztül. Nagy sikernek örvendett az atomerőművel közösen megrendezett Teitnap. A társulás és az atomerőmű közötti szerződés 2018 év végén lejárt. Az új szerződés megkötéséhez megkezdték a megbeszéléseket. Előtárgyalások már folytak, és majd elkövetkezendő időszakokban én bízom nehogy hogy ez a szerződés létrejön, hanem is tíz éves viszonylatban, de egy középtávú tervet tudunk megint együttműködési tervet létrehozni, és természetesen ezzel a tejt működését is biztosítani.